Nem tudom, ti hogy vagytok veled, amikor én egy kis ajándékkal szeretnék kedveskedni valakinek. A legtöbb esetben jobb szeretem azt becsomagolni, és nem egy ajándékzacskóba besúvasztani. Persze ezeknek az ajándékszatyroknak sokszor én is csak nehezen tudok ellenállni. Gyere! Gyere közelebb! Miért akarnál a csomagolással bajlódni? Én majd segítek! Na! Nem szabad, be kell csomagolni úgy sokkal személyesebb. Nem. Fú, ez kemény volt. Ajándék megvan, csomagoló papír megvan, a nehezén már túl is vagyunk. Aha, na persze. Ilyenkor kezdődik az első stádium, a kérdezősködés. Hol van a celux? Hol van az olló? Ez most hol kezdődik? Ha ez most miért nem jó így? Szórakozol velem? Sikerült! Ez most komoly. Ez pedig szorosan követi a második stádium, amikor az ember már annyi időt tölt együtt az ajándékkal, a csomagolópapírral és a többi kellékkel, hogy a mindeközben kialakult mély érzelmi kötődésből kifolyólag elkezd kommunikálni ezekkel a tárgyakkal, és nekiáll becézgetni őket. Úgy, mint büdös, rohadék, utolsó, mocskos, féreg. Aztán pedig, hogy a jó és amikor az ezekből a szavakból megalkotható összes mondatkombináció elhangzott, minimum kétszer, jön a harmadik stádium. Persze, amikor az ember az internetről rendel valamit, akkor a csomagolást illetően abszolút nincsenek nagy elvárásai. De mit szólnál hozzá, ha a postás egyszer csak ezt nyomná a kezedbe? A feleségemmel az eBay-en rendeltünk egy használt szellőző rácsot a szárintónkhoz. Tortilla chipset nem kértünk, de kaptunk két zacskó Doritoszt. Naja, meg egy gusztusos hústálcát és egy kis szalmonellát is. De nem ők voltak az egyetlenek, akikhez egy ilyen küldeménnyel csöngetett be a postás. Volt, aki például egy spagetti dobozában kapta meg az eBay-ről rendelt pólóját. Oh. Jó, tudom én, hogy első látásra egy kicsit gusztustalanok ezek a csomagolások, de ne ítéljük el elsőre a kedves eladókat. A mai felgyorsult világunkban valahogy muszáj spórolni az időnkkel. És mivel én is sokszor időszűkében vagyok, kipróbáltam ezt a csomagolási módot. Ez zseniális! Amint láthattátok, egy rakás időt lehet megtakarítani ezzel a módszerrel. Az egyetlen hátránya, hogy amióta így csomagolom be az ajándékokat, valamiért nem vagyok túl népszerű a szülinapi bulikon. Boldog szülinapot, Sanyikám! No de én sem érkeztem ám üres kézzel! Tadá! Dobja el! Most azonnal dobja el! Kifelé! Kiürítjük a házat! Hát de... Kifelé! Hát de nem már! De nem csak ezeken a bulikon vagyok népszerűtlen. Sok esetben valamiért a bolti eladók sem szoktak kedvelni. Vegyük csak például a legutóbbi esetet. Ott állok az üzletben az almák mellett. Volt minimum 5 féle. Én a legolcsóbbra pályáztam, viszont az árak össze-vissza voltak kiírva. Úgyhogy gondoltam, kérek egy kis segítséget a mellettem álló eladótól. Jó napot, tudna nekem segíteni? Ezek közül melyik az idared? Erre a fickónak hirtelen lefagyott a tekintete, de pár pillanat múlva megkaptam a felettébb kimerítő és egyben informatív választ, miszerint... Hát úristen, hát oda van írva! És mint aki jól végezte dolgát, ott hagyott engem. Engem és az almákat. Az almákat, amikből magamat ismerve biztos, hogy úgyis a legdrágábbat fogtam volna ki. Szóval inkább hagytam az egészet. Úgyhogy aznap... Én nem ettem almát. Egyébként imádom, amikor egy üzletben hülyének néznek. Valahogy így tudom elképzelni az előző sztorit az eladó szemszögéből. Jó napot, tudna nekem segíteni? Ez alma, 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 ugye, alma, alma, ugye? Na persze, engem hülyének néznek, meg flegmáznak velem, amikor vásárolok. Máspedig csak rendel valamit az eBay-en, és egy ilyen üzenetet kap az eladótól. Szia, ma feladtam a rendelésed. Köszönöm, hogy nálam vásároltál. Ez hihetetlen, ahogy így megismerkedtünk a cybervilágban. Mi ezt Kinyan-nak hívjuk Koreában. Remélem örökké tudjuk majd tartani a kapcsolatot, mint a barátok. Isten áldjon, barátod Koreából. Oké, ez tényleg egy tök kedves gesztus, hogy valaki megköszöni a vásárlást, és fényévekkel szimpatikusabb, mint az... Oda van írva! De a való életben lehet, hogy egy kicsit megijednék az ennyire barátkozó eladóktól. Kérsz valami mást is? Nem, köszi, csak ez a csoki lesz. Tudod mit? A vendégem voltál. Köszi szépen! Tök jó, hogy így megismerkedtünk.
Ja. De akkor ugye majd tartani fogjuk a kapcsolatot. Ja, persze. Narúgy, te hova jössz? Hát veled tartok. Mert hát barátok vagyunk. Nem? Aha. Figyelj, Narúgy, kezd kicsit fájni a kezem. Igen, igen. Barátok. Na persze, a reklámban, amikor a srác vett egy ilyen csokit, hirtelen körbeugrálta egy rakás táncoló lila tehén. Ehelyett én mit kapok? Örökre! Szóval én mostantól minden pillanatban résen leszek, és vigyázni fogok a barátságosnak tűnő alakokkal. Szia! Te jó ég nekem annyi. Oké, persze az sem jó, ha valaki túlzottan paranoiás, viszont az interneten például tényleg érdemes elővigyázatosnak lenni, és kétszer is meggondolni, hogy kivel állunk szóba. A webes világ hemzseg az olyan arc és név nélküli emberektől, akiktől jobb, ha távol tartjuk magunkat. Hellóka belóka! Egy fickó felesége eladásra kínált egy pár cipőt az eBay-en, és viszonylag hamar jelentkezett az első érdeklődő egy ilyen üzenet formájában. Kedves XY, tudna nekem készíteni pár képet úgy, hogy a lábán van a cipő? Mindkét cipőről. Több szemszögből is. A fotókat küldje el nekem privát üzenetben. Másnap újra elküldte ezt az üzenetet, aztán pedig 3 nap múlva ismételten. De ekkor már az aukció is 2 napja véget ért. Üha, valakinek nagyon kellenek azok a fotók. Szerintem inkább nem is akarom tudni, hogy minek. A cipőket hirdető nőférjének viszont megesett a szíve ezen a lelkes érdeklődőn, úgyhogy válaszolt neki. Kedves XY, bocs a késés miatt. A feleségem azután, hogy feltette ezt a hirdetést, elutazott a városból, viszont úgy tűnik, hogy te nagyon szeretnéd ezeket a fotókat. Úgyhogy megtettem minden tőlem telhetőt. És ezeket a fotókat mellékelte az üzenethez. Remélem ez segít, annak ellenére, hogy az aukció 2 napja lejárt. Álljunk csak meg egy pillanatra. Ha egy ember ennyit teper, hogy megkapja ezeket a képeket, végül is nem biztos, hogy ezt azért teszi, mert olyan nagy lábfanatikus. Meg hát azért valljuk be, hogy igazából érdemes bebiztosítani magunkat. És jó, ha mindig van nálunk pár kép cipőbe bújtatott női lábakról, mert hát sosem lehet tudni, hogy mikor lesz szükségünk rájuk. És a Nobel-díjat kapja... Vidman! Feltéve persze, ha van nála pár fotó női lábakról. Cipőben. Több szemszögből is. Egy pillanat. Már is. Valahol itt vannak. Jaj, ne. Nincsenek nálam. Pedig esküszöm, hogy megvannak. Csak ott hagytam őket. Ezt nyugodtan adják oda nekem. Majd holnap behozom azokat a képeket. Ne már. Léci. Már megint ez a rémálom. De a képek ugye... na jól van. Szóval nem kell egyből rosszra gondolni. A kedves srácnak is biztos komoly szüksége volt a fotókra, mert ezután sem adta fel. Ne haragudj, de a képek, amiket küldtél, elég bénák. Majd ha a feleséged hazaérkezik, esetleg nem tudnál felvenni a cipőt, és küldeni róla pár fotót? A férj pedig ismét válaszolt. Sajnos nem tudunk képeket küldeni. Mindkét cipőről, több szemszögből. A cipők már új gazdára találtak. További sok szerencsét kívánok egy másik cipő megtalálásához. Úgyhogy aznap. A srác nem kapott Nobel-díjat. Nem. Gyere és táncolj együtt a tehenekkel, a gyere ma, ha gyere, gyere kezeket fel, indul a csoki vonat beszállás, a tehenekkel nincs több megállás. Csokoládé. A lila tehenek ajánlásával. Csoki vonat, na persze, hogy az robogna keresztül a vigyorgó képeteken. Basszus lila tehenek, miért csaptatok be? Barátok?